Játékosként szerepelt a spanyolországi világbajnokságon, edzőként dolgozott többek között Győrben, Debrecenben, Nyíregyházen, Diósgyőrben és Szaúd-Arábiában, decembertől pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója Szentes Lázár. A szakember korábban is foglalkozott az utánpótlással, Kisvárdán pedig olyan edzői stábot és játékos állományt szeretne tudni az akadémián, amely illeszkedik a klub filozófiájához és képzési rendszeréhez. Az motivált, hogy itt látok olyan hajlandóságot és olyan infrastruktúrát, amiben úgymond megvalósíthatom az elképzeléseimet, hiszen annak ellenére, hogy pályafutásom edzői részét nagyrészt felnőtteknél és profiknál töltöttem, azért az elmúlt 10-12 évben már megtapasztaltam a utánpótlás nevelést, volt kifejezett funkcióm is, amikor szakmai igazgatóként felügyeltem az utánpótlást is, legyen az Magyarországon, vagy akár a Közel-Keleten. Olyan időszakba kerültem ide, amikor már vége van a bajnokságoknak. Az utolsó fordulót tudtam megnézni a két első osztályú csapatunk közül az U15-ös edzését és mérkőzését. Nyilván ott láttam őket már élesben. Az edzések folyamán pedig folyamatosan nézem, hogy milyen állománnyal rendelkezünk, legyen az játékos, vagy akár edzői állomány. A szakmai igazgató szerint a Munkácsi Akadémiával való együttműködésnek köszönhetően jelentősen megnőtt a merítési lehetőségük. Hatalmas lehetőség a Kárpátalja becsatolása. Ott is még bőven van helyünk a terjeszkedésre. Az idejövetelem egyik oka az volt, hogy ismerve a magyar utánpótlás helyzetet, a gyerekek számát és minőségét, mindenképpen plusz motiváció volt, hogy ezt a lehetőséget még jobban kihasználjuk. A másik nagyon fontos motiváció pedig a egész jó, majdhogy nem kiemelkedő létesítményhelyzet. A cél természetesen az, hogy minél több saját nevelésű játékos szerepeljen a felnőtt csapat keretében. A legjobb az az lenne, hogy a mostani 8-9 éveseinket fölhozzuk arra a szintre, de nagyon jól tudjuk, hogy az 10 év. Hát 10 év, meg 10 év, kinek van egy, nyilván egy fiatal játékosnak van 10 éve edzői pályafutásban, 10 év az nagyon sok. Nyilván utánpótlásról beszélünk, ott az mások a mértékek, hiszen látjuk, hogy a felnőtt profi rendszerben nem, hogy évek, nem 10 év, hanem még talán 10 hónap sincs sokszor, hanem csak 10 hét, de abban bízom, hogy ezt a rendszert nagyon alaposan ki tudjuk építeni, ez egy több éves rendszer, viszont azt jobban meg kell nézni, hogy a most rendelkezésre álló 17-18 éves, akár 16 évesek egy-két éven belül eljussanak néhányan arra a szintre, hogy kopogtassanak azon a bizonyos ajtón. A Várda Labdarúgó Akadémián a megszokott edzői értekezettel zárták az évet, az új esztendőben pedig január 13-án kezdődik majd a munka az utánpótlás csapatoknál Kisvárdán.